No, hát akkor szeretettel köszöntelek titeket, sziasztok! Fogunk most egy kis Dungeons and Dragons Dark Alliance nyomatni. Méghozzá abban a felindulásból, hogy sikerült rájönnem, képzeljétek el arra a földön túli megfejtésre, hogy nem nagyon van játék megjelenés. Tehát végignéztem a PlayStation Store-nak a kínálatát, végignéztem az Xbox-nak a kínálatát, és pénteken, amikor majd lesz a reflektor, akkor beszélni fogok arról, hogy a Game Pass egyébként mennyire egy kurva nagy találmány. Nagyon-nagyon jó. De konkrétan most azért Xboxról streamelek, mert itt tudtam hozzájutni bármilyen játékhoz, és történetesen ehhez is. Jó. Jaj, Radani, aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm. Jó hosszú lett a Pod of Morning. Na, örülök viszont, hogyha tetszett, ahol láttalak a kommentek között. Még többeteket. No. Válasszunk fajt. Semmiképp sem humánok leszünk. Strength, Dexterity. Na, ami nagyon fontos, hogy Dungeons and Dragons-zel, a Dungeons and Dragons világban én nem igazán mozgok otthonosan. Úgyhogy én úgy fogok ehhez hozzáállni, mint egy mezei fantasyhez. Tudom, ez most sokaknál blaszfémia, de igazából csak kíváncsi vagyok, hogy milyen. Te sniper vagy, shock drop, ez jónak tűnik. Legyünk kalapácsosak. Wrath of Tempest, press and hold it to perform spin of fury, which deals massive damage in a medium area. Ha? Lehetne gyakrabban ilyen beszélgetés, mint ami ma reggel volt. Dave-vel beszéltük, hogy hogyha lesz olyan téma, ami mondjuk így érdekes, és tudunk így kooperálni, akkor ő nyitott rá. Aztán nem tudom, hogy ez mennyire volt komoly, vagy pillanat hevében, vagy ilyesmi, de örülök, hogy a tetszett nektek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt. Figyeljetek, én leszek ezzel a kalapácsos őrültel. Jó, ez olyan viking. Nézzük sztorit. Játékot jól halljátok? Crystal shard, forged from the magic of seven liches, but with a treacherous will of its own. Course cutting. Hawk. For thousands of years, the shard lay forgotten beneath the snows of Icewind Dale. Idiot. There it waited, until some fool, a would-be wizard lusting for power beyond his due, answered the shard's call. A Kar Kessel claimed the shard and used its power to summon armies of evil creatures to his banner. From his crystal tower, he set them loose upon the Dale and the people of Ten Towns. But we would not stand by and watch this tyrant destroy our homes. We companions rallied the united peoples of Ten Towns and held our ground at the walls of Bryn Shander. Chased Kessel to the slopes of Kelvin's Cave. The Shard realized that we had won. It abandoned him. It disappeared once again under the snows, along with Kessel himself. Ez nem említ, hogy Gyűrűk ura sztori jelen? With Kessel gone, we thought the war was over. We were wrong. Nem tudom, ez egy meglevő D&D történet, vagy teljesen volt, csak szövetült ott a fejem. Its call was strong. And from across the realms they came. Igen, ezt most egyedül találom. But we answered a call of our own. Oh, van új verbs? Oké, ezt meg kipróbálom. Köszönöm szépen, Taksa Red Junior, az ajánlást. And defend our home against the threat of Cred Shinnabon. Jó. Na. Így néz ki. Ma van egy ilyen heavy attack-em. Meg egy ilyen, nem tudom a kettő között mi a... Aha! Ez tömegoszlatás, az tök jó lesz. Te vagy a kereskedő, oké. Te vagy az, aki nem árul zsákba macskát. Jó. Van egy ilyen szépen, mívesen kimunkált láda.
Ez is megvan, itt gondolom, hogy különböző achievementek le, trófeák, igen. Nincsenek jelenleg trófeáim. Jó. Ah, tehát akkor ez a könnyű támadás, a másik meg a nehéz támadás. Jó. Világban. Aha, csak itt kell meg kijelölnem, gondolom, hova akarok menni. Complete quests from the world map to progress through the campaign. Each quest is made up of three acts. Aha, jó, akkor tehát itt kell kiválasztanom majd a meccseket. Ez hasonlóan fog kinézni, mint a Vermintide-ban. Néha muszáj lepillantanom a kontrollerre, mert hú, de szaggatsz. Ugye a PlayStation után most rettentő gyorsan átváltottam Xboxra, és most egy pár gombnak hirtelen nem természetes, hogy hol van a helye, de nincs ezzel baj. The United Peoples of Icewind Dale had defeated Kessel's armies. Difficulty settings. Igen, nem menjünk szerintetek. Én nem mondom, hogy akkor próbáljunk meg egy Guardian-t, én nem vagyok igazából egy nagy RPG-s. Tehát, hogy bármi megtörténhet, kipróbáljuk a Guardian szintet, aztán utána, hogyha ezzel megvagyunk, akkor az alapján megpróbáljunk majd feljebb menni, mit szóltok hozzá. Arra gondoltam, hogy nem fogok hazudni nektek, hanem elmondom a frankót, így senki sem lepődik meg. Na. Lássuk! Atya ég, 100-an vagyunk. Xbox One X-en játszom egyébként, akit mondjuk érdekelne. De szépen összejöttünk! Úgyhogy azért tölt egy picit sokat. Picit? Meglepően sokat. Kurva sokat! Tehát itt nem tudom most pont megmutatni kurzor, itt most nincsen kurza. De konkrétan annak a futó pumának most érte el a farka végét alul a töltősáv. Ez a... What? Kíváncsi vagyok, mit tölt ennyi ideig különben. Meglátjuk. HDD-re, úgy bizony David Fisher. Zaki kíváncsi lesz a véleményem, hát jó, meglátjuk. Ezt lehet három másik személlyel együtt tolni, ez tud kópot. Ezt nem is figyeltem. Ez jó, hogy mondjátok, köszönöm. Ez a Game Pass egyébként tényleg egy kurva jó cucc. Hogyha ezt tényleg ütemesen fogja fejleszteni és bővíteni a Micro, és nem mondjuk ilyen véletlenszerűen talált játékok lesznek benne, mint most ez a Dark Alliance, hanem tényleg folyamatosan hozzák bele az újabbnál újabb tartalmakat, mint amit az E3-on is láthatunk, akkor ezt büntetni fog. A cutscene-ek szépek. Van sárkány is. Jó, Dynast, mindegy, jó, oké. Jó. Kettő van pénz. Kérdeztet a Sergeant, hogy tehet ezek a Forza Horizon-et idejére már konzolt szerezni, vagy PC nyomon. Én igazából a Halo-tól tettem függővé a konzolvásárlást, és a Halo miatt nem érzem szükséget a konzolvásárlásnak. Ugyanakkor mondom, hogy ha úgy alakulnak majd a dolgok, akkor lehet, hogy meglepem magam egy Series X-el, de most még nem látom. Ennél a pontnál még nem látom. Tessék, jégsárkány.
Kíváncsi vagyok, hogy vannak ilyen kozmetikai cuccok, amikkel föl lehet majd szerelni a vitézemet. Szerintem is teszélyet vethetünk? Aha. 8 nem hétköznapi kristály. Most mondja el az alapokat. Figyeljük a staminára. Aha. Ah, tehát pihenéssel, perikkel, meg stamina potionokkal tudom majd az állóképességemet visszanyerni. Jó, hát ez így viszonylag rendben van. To defend against the monster attacks, hold LB. To block LB. Ja, tehát a hosszú letartás, LB hosszú lenyomásával védek. A jól időzetet egyszerű lenyomással perizek, oké. Okay. B-vel ivédelek, kitérek. Szintén B, kétszer megnyom, akkor dash-elek. Jó. Hát ez még nem egy nagy mozdulat. A zene jó. Ezek a tüskék megölnek? Goblins in the Dwarven Valley and Duergar in the Dwarven Halls. It seems Tempest has not yet had his fill of battle. Jaj, nekem ráadásul kell majd gyűjtögetnem a törp szírszarokat. Ezt vajon ki tudom itt? Nem tudom ezt eloszlatni így. Sajnos nem tudom bemenni oda ahhoz a ládához. Szomorú. Na te mi vagy? Aha! Jó, hogy én közben fázom? Most már nem. Jó, oké. A kurva életbe! Mivel ugrik ez? Eddig nem vészes. Az igen. Ez szép volt, na. Az igen! Van HP-tok, ezt kár is lenne tagadni. Hú, basz, de mennyit sebez már itt? Mit csináltok egyébként? Ó! Oh. Á, tudok ilyet is, jó. Gyere, üssél meg. Á, tehát rásul periből kurva nagyot lehet ütni. Á, jössz még.
És ezek visszavonulnak, amint kimegyek az ajtóból. Mi a szar? Hova mutatja az ellenfelet? Mit mutat mögöttem? Ez nem különösebben hatékony. Az igen! Na kíváncsi vagyok a respawnnál, egyrészt honnan respawnolok, másrészt hány ellenfelet fog szintén respawnolni. De gyanítom, a pálya elejéről kell kezdeni, hát hogyne? Goblins in the Dwarven Valley, and Duergar in the Dwarven Halls. It seems Tempest has not yet had his fill of battle. And I am just beginning. Szerintem... Vissza-vissza pálya elejére, de nem respawnolja az összes ellenfeled, ahogy látom. És visszakapom a fioláimat is ilyenkor. Na gyere, perizzek egy. Azt mondta, hogy anyád? Kezdem érteni. Ne, bazd meg! Fú. Ja, most olvasom, hogy Griffon mond. Aha, akkor viszont nehézségi szintet lehet, hogy lejjebb veszük. Menjünk vissza a kembe, és akkor állítsuk be a nekünk megfelelő nehézségi szintet, mert elég jelent vagyunk ezek szerint. Na, de ezt is megtudtuk. Csak ez a töltőképernyőn ne lenni ilyen keservesen hosszú. Igen, az új generációs konzoloknak tényleg az SSD az talán a legnagyobb ütőerő. Nem a ray tracing, nem a magasabb számítási teljesítmény, bár nyilván az sem elhanyagolható oda az, hogy SSD. Az hiányzik talán leginkább, mert arra, hogy kijönnek, tehát ott se lenne ez a játék sokkal szebb, gondolom. De gyorsabban töltene, az biztos. Ez talán a legfájóbb, amikor az ember visszahuppan egy prevgen konzol elé.
ugye lehetetlenül sokat tölt. Szia, Dominikus! Na, nyisd már meg! Na végre. De nekem tempusz próbáival kellett volna kezdenem. Ó, kéne bannolta a kriptomining-os, mennek le az SSD-árak, ennek örülnék, ezt tudnám üdvözölni. For the Elk Tribe! The Drow taught you many tricks, as did your former king. Show me how you apply what you have learned. Ilyenkor egyébként kapok HP-t. Az igen. Meg tudok ilyet is. Ez meddig tart? Jó, ott van fönt, hogy light attack-kel kell kinyírnom hárat. Jó. Egyszer. Egyszer. Valahogy összejött. Range attack. Ez mi alapján sebződne? For Tempest! The Drow taught you many tricks. As did your former king. Show me how you apply what you have learned. Gyere, gyere. You do your tribe proud, Wolfgang. They chose a worthy king.
Jó, ez is megvan. Ezt miért csak egynek számoltak? Gyere. Gyere. Csináld. De mi a tököm van? Ugye a mai kor emberének mit mond? Lock on target. Az nem rossz. Az igen. Azzal mi lett? Na, mindent megtanultam, amit meg lehet harc formájában ebben a világban. Kurvára kitanultam, úgyhogy most már teljesen másra fogok a törpökhez, vagy a törpök az ellenfelekhez visszanyúlni. Meg eleve nem viszem indokolatlan magasságba a kihívást. Még ez tényleg elég nagy baromság volt, azt hittem simán csak egy nehézségi szint választó, végül is az. Ha minden jól megy, holnap megkapom a játékot. Na, mini hamil. Fasza. No, az első küldivel megvolnánk, amit gyakorlatilag a tutoriál. Be kell raknom ezt ide. Kalandozó. Akkor nekünk való szinten neki indulunk. Caci Malac, hogy lesz ebből bemutató? Még nem tudom. Szerintem egyébként nem. Ez most csak így belenézünk együtt, átéljük. Ezt vállaltan. Ezt ugye mondtam, hogy én nem vagyok egy nagy Dungeons & Dragons-es. Távolról tisztelem a műfajt, mert nyilván az Icewind Dale-lel játszottam még annó, de egyébként nem feltétlen kenyerem a fantasy. Ettől függetlenül nyilván, hogyha mondjuk olyan babotlom, ami kifejezetten érdekel, azt igen. Ebben a játékban most így első blikre nem látom, de nem adom fel, és tolom tovább, mert nyilván még csak az elején vagyok, de megcsináltam a tutoriát, meg volt egy-két harcom benne. De hát meglátjuk. Mondom mindenkinek, hogy Xbox One X-ről megy a stream, Game Pass-ben fent van a játék, úgyhogy egész nyugodtan be tudjátok rámolni magatoknak.
De eddig a harcrendszer már nem jó szerintem, mondja Griffon. Hát megnézzük, mondom, mert a nagy részét azért én béneztem el. Viszont most már kezemben van, hogy mit kell csinálni. Meglátjuk, hogy így milyen. Egy kicsit darabos az biztos, tehát egy kis flow nem ártana bele. De nem tudom, milyen cuccokat fogunk tudni még a jövőben fölvenni. Ezt most átugrom, jó, mert ez már megvolt. Goblins in the Dwarven Valley, Duergar in the Dwarven Halls. It seems Tempest has not yet had his fill of battle. I am just beginning. Ezt például van értelme itt szétverni. Két találatot bejegyzett, úgyhogy... Hoppá, itt volt egy ilyen hely, és nem is néztem meg. És ez sebez. Jó. Van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy ezt valahogy majd fel kell tudnom olvasztani. Na mindegy. Na, azt ott tudjuk, hogyan kell rendezni. Azok kilőttek. Ide jövök. Egy kicsit más. Tábortüzetnél tudok majd egy kicsit pihengetni. Ennyi volt! Nézzünk szét, mi van itt. Jaj, ugye csak egy darabig marad itt? Ó, de... tehát akkor az ilyen kis kiugrók, beugrókra is érdemes figyelni. Te mi vagy? Egy könyv? Milyen tudást rejtesz? Egy tóm. Ezeket érdemes szétverni? Nem tudni. Menjünk tovább. Ezt rá tudom ereszteni valakire? Nope. Menjünk tovább. I'll break this siege and pile goblin and verbeeg skulls as a warning to any who would threaten the battle-hammered dwarves. Szia, Alcatraz. Szedd már fel. Ja, na várj, akkor ezt megnézem. Jó, hogy szóltatok. Ó, ott is van egy ilyen. Nézzétek! Ott a... Mi a szar? Ott a szikla oldalán. Egy ilyen kristály.
10 legendás kristály. Haha, nem is akármilyen kristály, legendás kristály. Ez sem mindegy. Most ott azt mondtátok, hogy... Hogyha a kard melege átjár engem, akkor... Akkor egy ideig nem fog sebezni engem a jég, ugye? Hol látom, hogy ez meddig tart? Aha! Ja, ott látom. Akkor ennyi időm lenne odafutni, kinyitni a ládát, meg visszajönni, ugye? Nincs már kibasz! Menjünk tovább. Nem vette fel lootot? Bazd meg! A másiknál se vette fel, ami ott van? De ennél felvette. Mindegy, köszi a tippet. Hát ez elején egy kicsit szarakodós, de meg lesz ez. Baszki, te is ott maradtál? Egy ritka sisak. Bedd már fel! Kicsit nehézkes a lelkem. Például nem volt ilyen. Challenges me!
Nem mindegyik ilyen láda droppol automatikus ilyen cuccokat. Mert hogy van olyan láda, amit hogy kinyitsz, akkor automatikusan felszedi a lootot, és van olyan láda, ami meg nem. Jaj, te csak ide. Kipróbálunk valamit. Téged megpróbálja felrobbantani a hordóval. Merő kíváncsiságból. Gyere! Pont kiment a hatókörből. Na gyere! Egy jó perit. Bejátszunk? De szépen összejöttünk! De szépen összejöttünk! Szép volt. Ennyi. Szépen összejöttünk bizony. Jó sokan vagyunk. No. Szedjük fel itt a kristályt. Egyszer. Nézzünk ide le. Tehát ezek a fagyott izék nem pusztán dekorációs okból vannak itt, hanem akadályoznak is egyben. Oda én fel tudok ugrani? Ide. Hát ezt nem szerintetek oda fel tudok ugrani? És meg vagyok lepve. Viszont nem erre fogok menni. Elnézek még abban marra. Hoppasz meg. Ha, és akkor erre kellett végeredménybe jönni. Jó, jussunk itt tehát. Ezt tetszik, hogy csináltak egy ilyen gurulás animációt. Anyád, mekkora nagy barom vagy te! Hazd meg! Ezt nem hiszem el. Tehát a kis mikromnyi élettel nem akarsz megdöglen? Gyere. Come on here, Bobby! Oh.
Thanks for the full hammer. Miért mögöttem jelzi az ellenfelet? Na most, hogy tudom, hogy... Jó, semmi nem változott. Nagyon. Jó. Mi lehet még itt? Érdekes, hogy a játék egyébként nem ró meg. Tehát nem, nincs semmiféle következménye annak, hogyha lepihenek. Nem respawnol az ellenfél. Meg ilyenek. Nem mintha gond lenne, csak úgy... Úgy feltűnt. Egy kis pénz. Vagy oda kell lefele menni? Tehát itt van valami... térkép, vagy valami? Nem, arra kell menni. Akkor szóval ne nézzek le, meg kell legyőzni ezt a hülye goblint. Vagy ezt a Moktor, Magtampot. Ha ezt felrobbantom, a lökés hullám eléri ezt a nyomorult? Pont nem. Nem. You fall to Wolfgar!
Na ez... Ez szép volt. Most... Úgy a tökönbe fogok bejutni. De hogy a tökönbe fogok bejutni, hogyha egyszer nincs a közelben. Nem tudom, hogy ha ezt felrobbantom, akkor mi történik. Semmi, ahogy gondoltam. Hol van itt egy ilyen bonfire, vagy mi a tosz? Érdekes ennek a jégnek az állaga, olyan, mintha konkrétan csináltak volna egy matériát, és simán csak az opacitását megváltoztatták volna. Érdekes. Bevelünk egy fiolát. Aha! Hát tehát oda be kéne mennem valahogy úgy, hogy sebesülök, ugye? Vajon át tudok ott futni? Mit gondoltok? Egyébként imádom, hogy vannak köztetek olyanok, akik játékfejlesztésben már szavazzuk meg. Én átfutok, baszki, nem érdekel. Ennyi. Ó, mindenképpen szopnom kell. Á, nem már. Ne, igen, ez az. A fixer is itt van. Konzultág. No, menjünk szépen. Különben szerintem ez nem egy kifejezetten hosszú játék. Tehát, hogyha mindegyik pálya három fejezetre van tagolva, amik körülbelül hasonló hosszúságúak lesznek. És ahogy láttam, van mondjuk abból egy olyan... 8? 6, 8? Akkor ez nem egy... Nem egy olyan vészes mutatvány. Ti is gyertek, gyertek, ez az, amikor tömegével aratom a halált. Ezt szeretem. Bakker! Jó, hogy ilyesmire rá gondoltak, le lehet hívni a platformot. Várják, utána nem jöttek. Nem jöttek utána, jó. Egyébként igen, ezzel a dash-elésre kihegyezett mutatványjal van benne egy adag szoroszlág szerintem. Meg egyébként nem egy könnyű játék. Ezt meg kell hagyni. Pont kilóg a zombi alulról. Már ezt feljebb húzom. De köszönöm szépen. Na lássuk. Ezúttal azt a ládát kéne felszednem. Meg azt ott bent. Aha.
Mert erre kell lefele mennem, ez a kristály nagyon izgatja a fantáziámat. Várjál, még nem azt csináljuk, amit mindenki várna. Jó, valamit föl kéne szednem. Várjál, ja, várjál! Szóval teszem fel? Szerintem egy másik kocka fog kelleni. Bölcs megállapítással. Ja, az, ami ott van! Az a kocka kell ide. Na hát itt mi van? Remélem valami bazi nagy boss. Szét kell csapni. Nem, collect. Egy attribútum. Tudtam, hogy jöttök. Nem vagytok ellenségek nekem. Hol van az utolsó lökött? Hol vagytok? Itt is van egy láda. Van egy nagyon lágy, éppen alig érezhető, tehát ha az ember kellő mennyiségben cuppog, ugye a lelki szájával, akkor érezheti. Egy nagyon lágy Outriders áthallása van a játéknak. Nem túl markáns, de lágy. Jó, hogy innen kellett volna tudnom lejutni oda. Run now, goblin cowards! Ezt nektek! Szevasztok! Kutyahogatást hallok? De ez mi a tököm volt? Csak te vagy hátra, colos. Hát
kell. Ti ott el vagytok? Tök jó, hogy van pajzsa ennek a szerencsétlennek. Felit lenyomtam neki, hallott, hogy forradta a másik. $14,000 ez a játék? Mondom, fizessetek be a Game Pass-re. Abban benne van. Dizájnra amúgy nem rossz. Bár nem teljesen értem ezt a fakerítést ott a kővár előtt. Tehát így, ez olyan fura. Na mindegy. Most nem kapta? Ezeket egyébként ki lehet-e pucolni, tehát meg lehet-e azt oldani, hogy lezárjam ezeket, mint mindig adott. Följön valaki, elvileg. Nem. De... nem igazán értem néha... Na itt most miért nem jelzik, hogy fölvehetőek ezek az aranyok? Most jelzik. De ezt kinek mondod? Ez a felfedezősdi egyébként tetszik benne. Tehát, hogy vannak ilyen eldugott járatok, meg ilyen olyan kis mellékutak, ez tetszik. Ezt szét lehet verni egyébként, vagy? Ja, ott fönt annak mondja, ott annak a löketnek. De furák ezek az animációk. Mármint, ami az animációkból lemaradt.
of the champions. De nem kéne megdögleni, gyerek? Na végre. Különben meg lehet, egyébként a harcrendszer nem olyan vészes. Nagyon tetszik, hogy Sándor Nagy 22 mondott, hogy a design valami nagyon érdekes, egyvelemben kapásban 3-4 játék jut eszembe róla, csak az a baj, hogy mind a 3-4 játék a saját nemében jobbat csinálta a dizájnt. De egy Game Pass-t még érdemes is kipróbálni, bár lehet, hogy nem győzött meg. Igen. Mondom, egyébként ez nem rossz. Ha valaki szereti ezt a műfajt, akkor... Itt csapda. Ne, basz, ne! Veszedjük a tudást. Kérem a tudást. Na, megvan a tudás. Lent volt egy kurva nagy rakás kristály. Nem tudom, azért visszamenjek-e még. Visszamegyek. Ugye végeztünk ezzel a pályával, megnézzük, hogy mire valók ezek a kristályok. Tehát most jó lett valami, vagy kinyílt valami? Ott fönt felvillant mind a három izéhozé. És akkor ez most, ez azt jelenti, hogy ez most jó, ugye?
you fall to Wolfgar! Aki lehetne hajni. Hát elpeszk meg, mert lehet a paraszt. Ez a Close to the Sun mondjuk vizuálisan az brutálisan büntető volt. Szerintem nagyjából úgy kéne kinéznie minden Next Gen játéknak így alapértelmezetten, mint ahogyan a Close to the Sun kinézett. Abban volt minden. Odafigyelés, törődés, tehát ez tényleg egy olyan játék volt, ami hát meghaladta a korát. Vizuálisan mindenféleképpen. Na itt mik vannak? Vigyél csak vissza. Ott fönt van egy láda. Azt kérném. Ezt meg hát szét kéne verni. Jaj, ez egy suhintás, a szavasz. Jó. Ez a játék egy baromi érdekes egyveleg. Van ebben minden, amit el tudtok képzelni. Bring down their champion. Sok sikert. Goblin commander.
Kristály valahol sehol. Ez új Sea of Thieves-et még nem próbáltam ki. De majd hagyatkozom Balázs meg Dominikus véleményére, meg a közösségre, hogy milyen lett. Aha. Ja, hogy... Már még a hülye kis parasztokat is ránk lúdott. Na ne! Bezártatok egy arénába? Rohadtál! Na! Ne vigyél már ki innen, bazd meg! Ah, nem kellett volna elhasználnom a szuperképességemet. Ilyenkor mi van, haver? Akkor nézzem, mint a hülye gyerek mi. Meg vagy rohadt. Jövök, hogy ez mire elég. Több mint 6000 arany, azért ez jól hangzik. Több legendary ort szedtem össze, mint epiket, azért az nem olyan rossz.
utoltunk is, mint a hülye. Valami legendary holmit nem találtam meg. Menjünk Kelvin kerényébe. Hogy tetszett a Fanvid Geeks-es beszélgetés? Én élveztem. Én élveztem, csak attól tartok, hogy nehogy az legyen, hogy akik meghallgatják, azok tudatosan megpróbálják félreértelmezni. Ez az egyetlen, amitől tartok. Mert úgy gondolom, hogy a jó reggeltet is lehet offenzívnek venni, meg lehet egy üdvözlésnek is venni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy helyén lesz kezelve mindenki által. Ez az egyetlen, amitől tartok. De egyébként szerintem jó volt. Én élveztem. Csak a végére lettem rohadt fáradt. Ilyen bő 3 órás beszélgetés, itt vagyunk benne a irodába, akkor kelt fel a nap, meg ford fel kint a levegő. Volt itt bent vagy 30 fok. Égyomorra. Szóval az úgy... Progression. Lehetek nő. Jelen csak ennek költött attribútum pontjaim vannak. Ja, most kellene megtudnom, hogy van a merchant. Jó. Aha. Jaj, akkor tudok majd upgrade-e. Tudok majd mindenféle kozmetikai fizz-fasz-bizz-baszt magamra aggatni. Igen, szeretném beszélni a merchant-től. No. Tehát... Vannak itt upgrade materialok. Szőrt tudok a hátamra tenni. És ezt mivel... tudom upgrade-elni. Jó. Van a Warhammerem. Meg az alsógatyám. Felső ruházat, minden szar. Megnézem, hogy ha ezek szerint lehet, hogy te vagy a kereskedő, ki van még itt? Kinél tudok még cuccokat intézni? Nézzünk trófeákat, nincs trófeám. Meg lehetne azt csinálni, mondjuk ezt kijelöljük, tehát hogy ezzel legyek. Ezt szeretném upgrade-elni. Miért ne tudom kiválasztani? Fejlesztjük a alsógatyánkat. Now you might not die so fast. Ez milyen taktikai előnyt biztosít egyébként harc közben? Akkor nem látsz lószart sem. Jó, ezt is feltöltöm. A
Most már csak ezt a kurva kalapácsot kéne valahogy kijelölnem, hogy a upgrade-elem vajon kiválasztja alapból? Nem. Ezt nem lehet elrakni. Á, tudok potion-t upgrade-elni. 2000 pontba kerül, nem baj. Mostantól a potin sokkal jobb. De ez kurvára zavar ennél a kalapácsnál. Miért nem tudom ezt kijelölni, hogy ez legyen aktív. Fogalmam, hogy ez kurvára zavar. Van tippetek? Nincs mi? Ha, tehát látjátok, ott volt fönt a tutorial pálya, tehát ez, amit megcsináltam, a Trials of Tempest. És akkor azon kívül van 7 világ, mindegyikben 3 fejezet. Ugye az fejezet az az, amit most megcsináltam, azt kimaxoltam körülbelül egy óra alatt, hogyha még a bénázást is ide vesszük. Akkor az azt jelenti, hogy 7x3, 21, nagyjából 21 óra van a játékban. Mondjuk az nem rossz. It was not goblins that drove the battle hammers from their halls. It was Durgar. They came from the Underdark. And had penetrated the lower halls, exposing the dwarves to attack. With the dwarves fighting Kessel, those dwarves were no match for the invading dwarves. Before the Battlehammer halls could be seized, you would have to seal the Durgar breaching tunnels. Menjünk Adventurer módban, és akkor meglátjuk. Ez bosszú azért, mert a kurva kalapácsot nem lehetett kérdezni. Nem hiszem el, várja, oda megyek, megint megnézem. Anything and everything for the discerning barbarian. Hogy jelölöm ki ezt? Melyik gombbal? Ez valami olyan mérhetetlenül idegesít. Eladni tudom. De rávinni ezt a kurva kijelölést, nem. Mindegy, ez kurva nyomasztó. Na menjünk. Sziasztok, sziasztok. Companions at Icewind Dale, Halls of Durgar. Különben elkezdtem feltölteni szépen lassan a jövő heti streamek listáját is. Nem minden van még meg, de ha valakinek mondjuk Xboxra dobban a szíve, az lehet, hogy fog találni a jövő heti listában valamit, ami izgalmas. Ne a boltban csináljam, jó? Ne fuss el, mert gyorsabban te párduc.
illatos tangabú, köszönöm szépen. De nem hiszem, hogy ez verseny volt. Tehát szerintem egy... Próbálok erre úgy tekinteni, mint egy értelmes beszélgetésre, ami még nem volt győztese vagy vesztese, de örülök, hogyha az jött ki a dologból, hogy hogy volt értelme. Oda néz. The evil creatures invading the Dwarven Valley will soon meet their match. A design nagyon tetszik ebben a játékban. Ó, bakker! Oho! Oho! Figyeljetek! Hát, kicsoda! Köszönöm szépen, kedvesek vagytok. Itt lent nincs semmi, ugye jól láttam. Jó, oké, menjünk tovább. Jaj, ne, már megint te vagy az. Jössz ide, goblin! Vagy mi vagy te? Ez mi volt? Tápászkodj már fel, te parasz! Az a szőrzet ott mi? Adott, ezt tudod értelmezni? Kaptam egy bioszt. Igen, Adri. Hozzászoktam, hogy nem hagyják, hogy végig mondjam, amit akarok. Á, nem baj. Tudtam.
kalapács nem is lett olyan szar igazából, az, hogy egy szintet emeltem rajta. Még mindig bosszant, nem az van nálam, amit akartam. De egy javasoltátok, hogy ez valahol máshol kell beállítani. Tudom, tanulom, hogy nem úgy gondoltad, de szerintem Adri most éppen neked ír. És... ez hülye. Ki volt ez az aknás kocsi? Érdekes, hogy ezek egymást nem sebzik. Na, öcsém, tudsz ilyen strength-et nyomni másokra? Akkor téged kinyírlak gyorsan. Tudják egymást sebezni. Rákúrtam a gyerek. Tehát akkor ez a robbanás fel tudja számolni ezeket a fertőzéses felületeket is. Jó, ezek hasznos tudni valók. Érdekes. Nem mindig tudom egyébként, hogy mit csinálok. Látom azt, hogy valamibe be kell rakni valamit, de hogy ez egyébként mit old ki, vagy pontosan mit hoz helyre, vagy ront el, azt nem mindig egyértelmű kitalálni. De mindegy, a lényeg az, hogy haladunk előre. Na, innen fognak kijönni a kobódok. Persze. Anyád!
nem tudom, hogy erre kell menni. Szerintem ez csak egy ilyen... Ha? Itt csak loot van. Az egész játék slow-mo-ban megy, és nincs AI. Nem biztos, hogy nincs igazad. Egy tábla. Kell majd eljutni. Értem. Miért jó nekem, hogy arra viszont nem megyek el? Én elmegyek a másik irányba. Összeszedek mindent. Nem mondhassa az senki, hogy azért van, hogy azért van véleményem a játékról, mert nem próbáltam meg balra menni. Most itt megpróbálom balra, mi van. Negyvenöt arany. Hogy ide kellett volna eljutnom. Hát ez hülye. Menj már innen, bazd meg! Tetszik, mondom, a pálya felépítése ötletes. Tehát van mit keresgélni folyamatosan. Nos, mi van? Ó! Ezt nem tudom onnan lerobbantani. Tulajdonképpen nekem ami kell, az ott van fönt, azon a platformon, amit próbáltam az imént szétlőni. Az ott. Mutatja is nekem a játék ott mi. Akkor azt nem így kell elérni, hanem valahogy máshogyan. Te mi vagy? Ja, azt hittem, hogy ennél fifikásabb. Jó, mindegy. Tehát, hogy igazából most lezárom az ilyen hasadékokat. Értem. No, akkor viszont megnézem, itt mi van.
Rahatól fordul a kíváncsiság. Tudjátok, mi az, ami bosszant ezzel a játékkal kapcsolatban? Sokkal egyszerűbb lenne nem kedvelni, hogyha ez kifejezetten egy rossz játék lenne. Nagyban megkönnyíteni a dolgomat. Ez nem egy rossz játék, ez csak kaza a problémája van. Amiknek nem kéne már egy ponton túl problémát jelenteni. Tehát most már azért vannak olyan minták a játékiparban, amiket bátran használhatnának. Mert kipróbáltak és működnek. És... fuck this shit, ne! Szóval nem, hogyha olyan fejlesztették volna, akik azért láttak jó pár játékot, volt is egy elképzelés a fejükbe, ezt be akarták illeszteni a D&D világába, csak valahogy úgy nem sikerült megtalálni a megfelelő arányokat, vagy nem tudom, mert azért bizonyos szegmensekben azért bőven látszik, hogy van ötlet. Érdekes lenne megnézni, hogy az ellenfél ráfut-e például ezekre a dárdákra. Csak van egy olyan gyanú, hogy idáig eleve el se jön az alj. Jó, hogy itt volt egy ilyen. Ott a Frostbite. Tessék. Jó, akkor most már csak azt kéne megcsinálni, hogy vissza kéne mennem oda, ahol voltam. Tipre. És ott az alsó szinten szétnézni. Mit szóltok?
Aha, ez lett az epic loot szerintetek? Mindjárt kiderül. Nem fogok tudni átjutni, hogyha csak nincsen valami robbanó cuccom. Vagy ti nem jöttök át. Hát ezeket nem tudom triggerelni, az érdekes. De kik beszélnek? Jó, és ott is van egy... Bazd meg! Mondom, nekem a podcast egyébként tetszett, tehát kérdezted Péter, hogy milyen volt. Én élveztem, én el voltam vele. Szerintem egy hasznos beszélgetés volt, értelmes beszélgetés volt. Szerintem több ilyen kellene, hogy legyen a YouTube-on. Most mindenféle hátsó szenték nélkül, ezzel együtt is nyilván voltak olyanok, most innen-onnan hallottam, akik úgy gondolták, hogy átjárta az egész közvetítés szellemiségét a nagybetűs rasszizmus. Tudjátok, ez az, amivel nem lehet igazából mit kezdeni. Lehet, ide vitt volna engem le a lift? Most erre nincs szükségem. Fú, gyerekek, aki imádja a lootolást, az imádni fogja ezt a játékot. Baromi sok loot van ebben. Yeah.
Aranyos vagy, Peter Deep. Egyébként én is úgy gondolom. Hogy most igen, most vasárnap lesz az új Gorefest. Már minden elő van készítve hozzá. Csak annyi kell, hogy jól szórakozzatok innentől kezdve. Én arra gondoltam, hogy ezt a actet, tehát ezt a fejezetet, nem ezt a... az egészet. Ne! Tehát ezt az actet megcsinálom, és szerintem azzal lesz majd a streamnek vége. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Na, jól megvan a minta. Szerintem ez alapján, a két fejezet alapján mindenki képet tud kapni arról, hogy milyen ez a játék. Oda hogy lehet feljutni szerintetek? Ez hova visz? Ezt le kéne engednem valahogy, de hogy? Találjam meg a gomba barlangot. Aha! Fönt volt. Elkész lift volt fönt. Jó. Várjál. Hülye vagyok, hát ezzel kell majd aktiválnom. Nem agysebészet egyébként ez a játék. Tehát ha keresek valamit, akkor az nagy esély. Hú, de szaggat! Azt a kurva. Fussa. Ja, onnan lehet feljutni oda a túloldalra. Aha. Igen, egyébként az a jó abban, hogyha az ember rengeteg játékkal játszik, hogy egy idő után észreveszed azt, hogy ha egy játék kerül a kezedbe, hogy 2-3 fejezet után, hogy lesz az adott játékban mondjuk a következő 10 fejezetben több. Ezt egyébként jó közelítéssel meg lehet mondani. És valószínűleg ebben nem, valószínűleg ebben a lootok fognak ismétlődni, mert nem érződik kiaknázatlannak, jelentősen kiaknázatlannak a pillanatnyi játékmenet. Nem érzem azt, hogy nagyon sok minden pluszt tartogatna. Jó, jelen kellett volna eleve tovább menni. Jó, hogy nem csalinkeztem el arra. Nincs másodlagos drive. Igen, igen. Na, úgy látom, hogy a felános other side-ok azért csak érvényesülnek. Na, ti sebződtök egyébként? Lököttök. Ja. Ennyi. Hova repülnek ezek? Kapsznak aranyos. Különben arra gondoltunk, képzeljétek el, hogy most ütöltökön megtartjuk megint a beszélgessünket. Viszont most nem lesz konkrét tematika, hanem csak úgy, most el csak úgy beszélgetni, domálgatni fogunk. Nem tudom, ehhez mit szóltok. Majd lesz egy topik, amivel kifejezetten...
Lootért jöttem. Lootolni jöttem, Cézárt nem dicsérni. Na, gyertek, lököttek! Tököm történik ilyenkor? Korrupt lettem. De ocsmány vagy. Valamit még nem sikerült összeszednem. De jó ez a kamera. Adtam egy szép nagy csicskalángost, az fasz. Hogy nálad volt a bomba. Szonnyantunk egyet. Ó, ági szörp, meg a kóp. Áj, Istenem. Jaj, Becektor Arany, király volt a reggeli podcast, még sok ilyen beszélgetős műsort, még. Aranyos. Hát figyelj, ha lesz ilyen lehetőség, akkor én boldogan állok elébe. Nyilván nem minden témában, mert azért én is nyilván ismerem a saját korlátaimat. De örülök, hogy erre lehetőség nyílt, és Dave sem zárkózott el. Na, Isten csinál be. Tehát ő sem zárkózott el, nyitott volt rá. Tehát ez nyilván mindkét félnek a nyitottságára szükség volt, úgyhogy ez tényleg nem jött volna létre, hogyha nincsen meg a valós szándék. Elkaplak, itt vagyok! Ciao. Hogy túlélte? Két ütésből kinyertem. Még azért számított némi backlash-re egyébként a aréna harc. Stone Grinder!
Szerintem anyárod. A villámtról az. General for the General Information tábornok alakzatok. Na, megvan a második fejezet. No, srácok, ahogy mondtam, akkor két fejezet volt ebből. Én nagyon szépen köszönök nektek két dolgot, és egyrészt, hogy ma itt voltatok így későn, mert négy után kezdtem el jóval a streamet, úgyhogy ezért sorry, de nagyon kerestem, amilyen játékkal tudnék előrukkolni nektek. A másikban nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma reggel becsatlakozott a Fanbit Geeks adásba, és külön köszönöm, ha tetszett nektek. Nem kell mindenben egyet értenünk, de szerintem változatlan fontos, hogy tudjunk beszélni mindenről, bármiről megfelelő felületeken. És akkor holnap beszélgessünk, jó? És akinek mondjuk olyanja van, az nézze meg ma a magyar-német meccset, jó? És reménykedjünk, hogy a srácok tőlük lehetőleg többet megteszik. No, ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, és sziasztok! Arihó!